Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Tarjányi István képviselte a tokiói paralimpián a 37 fő számláló magyar csapatban. A kerekes székes vívó újoncként a 8. pontszerző helyen végzett kard egyéniben, párbajtőrben pedig nem jutott be a legjobb 8 közé. Ezzel a szerepléssel elégedett volt Pákei Béla tanítványa, aki azonban szeretne majd előrébb lépni a 3 év múlva esedékes játékokon. Párizsban ezt már a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben teheti meg, amely egy 2022 végéig szóló eredményességi megállapodást kötött a versenyzővel. Ja, tudni kell, hogy az NVSC-től átkerült őszelejével a vívószakág is kard és törő verseny Nyíregyházi Sportcentrum berkeibe, és ugye ennek a gyakorlatilag ennek a paralimpikonja Tarjányi István, aki a zászlóvívője ennek a sportágnak, és úgy éreztük, hogy szeretnénk megtámogatni az ő egyéni teljesítményét is, az ő karrierjét, illetve lehetőségét azzal, hogy egy olyan eredményességi támogatásban részesítjük, ami tényleg egy jövedelmező dolog lehet számára, hogyha jó eredményeket ér el az adott versenyeken, Európa bajnokságon, világbajnokságon, világkupán, de természetesen ez egy elvárás, viszont mi is adunk mindent, amit tudunk, tehát minden eszközzel, masszőrrel, fizioterapeutával, gyógytornásszal rendelkezésre állunk, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lehet. Pákei Béla mesteredző szerint a váltásra szintet léptek, ami azért is nagyon fontos, mert jövőre már elkezdődnek a paralimpiai kvalifikációs versenyek. Ami a legfontosabb, hogy innentől kezdve akkor edzünk, amikor akarunk. És ez eddig nem így volt, alkalmazkodni kellett más körülményekhez, más sportágakhoz. Innentől kezdve saját terem van, ez mind megszűnt, ez az egyik. A másik, van egy nagyon fontos háttér, ami gyógytornát jelent, kondiedzést, jégszaunát, masszázst, amik mind ugye itt a sportcentrumnál Istvánnak a rendelkezésére állnak. Ez a rehabilitáció, rekreáció, ez nagyon-nagyon fontos ebben a sportágban. Megvan a terv, a felkészülési terv, ugye külön kell választani ezt az időszakot, mert a kvalifikáció a következő paralimpiára az jövő év szeptemberében fog kezdődni, tehát addigra kell felgyúrnunk magunkat arra a szintre, hogy onnantól kezdve élesbe megy minden. Ugye az első cél a kijutás, ami már önmagában egyébként egy nagyon nehéz dolog, mind a két fegyveremben, és utána természetesen Párizsba szeretnénk javítani a tokiói eredményeken. Tarjányi István örül a megnövekedett edzésszámnak, mint mondta, soha nem volt gondja azzal, ha vívószerelést kellett öltenie. Eddig is profinak éreztem magam, azért most csak egy annyi a különbség, ami nagyon nagy különbség, hogy egy profi háttércsapattal van mögöttem, úgymond, és sokkal több támogatást ad most már, és ennek nagyon örülök és nagyon boldog vagyok. Eddig is rengeteget edzettem, szerintem, hogyha meg fog nőni az edzésszám, nem fog gondot okozni, és én ugyanúgy fogok készülni rá, és várni fogom az edzéseket. Lehet, hogy picit fáradtabb leszek, de ez benne van. A nyíregyházi kerekes székes vívó a jövő hétvégén az olaszországi Pízában világkupa versenyen képviseli majd a sportcentrumot. Tarjányi István kard és párbajtőr egyéniben, valamint a kardcsapat tagjaként is az éremszerzést tűzte ki célként. Az évet pedig decemberben az országos bajnokságon zárja majd Pákei Béla tanítványa.